Kérdőjelek merültek fel az elmúlt napokban a hír kapcsán, miszerint visszavonta az AstraZeneca a koronavírus elleni oltóanyagát. A cég arra hivatkozik, hogy a megcsappant kereslet miatt teszi mindezt, mind a gyártást, mind a forgalmazást leállítva. De vannak, akik ennél többet vélnek belelátni a történetbe. Erről beszélgetek dr. Fejér Szilárd vegyész kutatóval, akit itt köszöntök az Erdélyi Figyelőben Zoom kapcsolatban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hogyan kommentálná kutatóként ezt a lépést, ezt a múlt heti bejelentését a cégnek? Ez egy teljesen normális bejelentés, hiszen az egész mögött nincsen egy gép, csak az, hogy az oltás, amit kifejlesztettek, az a koronavírusnak az eredeti variánsára volt kifejlesztve, és azóta ugye eltelt 4 év konkrétan az első vírus hullám óta, és azóta nagyon sok új variáns van, ami megpróbálja kikerülni valahogy az embereknek az immunrendszerét, az immunválaszát, a már létező védettségét, és ezért ezt az oltást utána kellene igazítani. És ennek nagyon nagyok a költségei, az a technológia, amellyel ezt az oltást kifejlesztették, nem tud olyan gyorsan igazodni az új variánsokhoz, mint az mRNA-s technológia például. Tehát röviden, sokkal jobb oltóanyagok vannak, sokkal hatékonyabbak, amelyek hatékonyabbak azért, mert utána vannak igazítva a mostani oltás, a mostani variánsoknak. Ugye az elmúlt időszakban azért voltak hírek arra vonatkozóan is, hogy az Astra vezetősége talán bíróságon is beismerte azt, hogy mellékhatásként vérrögött trombózist is okozhat maga az oltás, és akkor ennek kapcsán ugye hát nagyon sokféle dolog indult el, vagy indult el ugye a bizonyos társadalmakban. Van erre vonatkozó veszély? Van bizonyíték erre vonatkozóan? Mit tud a kutató? Tehát ez, hogy beismerték, hogy most ismerték volna be, hogy tényleg van egy ilyen ritka mellékhatás, ez teljesen hamis. Ez a jelenség, hogy igazoltak egy nagyon ritka mellékhatást, ami körülbelül 100 000 emberből vagy 1 millió emberből egynél történik, 1 millió beoltott embernél egynél történik, ez már 2021 óta ismert, tehát pár hónapon belül, miután elkezdtek oltani, kiderült ez a mellékhatás, és ezt bele is írták a betegtájékoztatóba, tehát ez nem egy új dolog. Az, hogy éppen most előkerült valamilyen olyan peres ügy, ahol ezt konkrétan le is írták egy periratba, vagy egy dokumentumba, ez nem jelent semmi újat. Tehát, hogy akkor a kutató így látja valójában ezt a témát. Térjünk egy picit vissza a koronavírus kérdésre. Még mindig létezik maga a koronavírus, mint betegség, hogyha igen, milyen formájában, mit tudunk erről elmondani? Ugye manapság a sajtóban már nincsen minden nap jelen a téma, ergo nem tudjuk, hogy mi történik vele. Igen, ezt azért nem tudjuk, mert most már a koronavírus fertőzés az endemikussá vált, tehát már annyira beépült a lakosságnak, a lakosság a normálisan terjedő vírusok közé, hogy nem okoz akkora számottevő hullámot, ugyanis már a nagy része a lakosságnak átesett a betegségen, egy jó része be is van oltva, úgyhogy már nem tud akkora károkat csinálni. Amire most figyelnek és a kutatók folyamatosan monitorozzák, az az új variánsoknak a megjelenése. Ezek általában olyan betegekből kerülnek ki, amelyek mondjuk egy éven át folyamatosan fertőzve, folyamatosan nem képesek a fertőzést legyőzni, és ezért bennük inkubálódik hónapokig, akár egy évig, két évig a vírus, és ilyenkor fordulhat elő, hogyha a vírus olyan irányba mutálódik abban a páciensben, hogy utána át tudjon ugrani egy új emberre, akkor az tud lehetséges, hogy egy újabb járványhullámot el tud indítani, de ehhez rengeteg feltételnek kell teljesüljen, például ügyesebb kell legyen abba, hogy a már meglévő védettségünket valahogy kikerülje. És az új variánsok ezt próbálják, folyamatosan olyan irányba
alakulnak, hogy ezt kikerüljék, a már meglévő védettségünket, de már olyan nagy, olyan súlyos betegséget egyelőre nem tudnak okozni, persze nem tudjuk, mit ad a jövő, de most már azt mondjuk, hogy körülbelül az influenza, a szezonális influenzának a veszélyességi szintjén van, vagy ugyanolyan halálozást okoz, ugyanolyan kategóriájú betegeknél, tehát a súlyos kronikus betegeknél, az időseknél, mint a szezonális influenza. És hadd kérdezzek még rá arra is, hogy az elmúlt periódusban, ugye hát a COVID időszak óta és az oltások óta különböző kutatások zajlanak világszerte, és hát próbálnak rá tapintani a szakemberek az esetleges mellékhatásokra, az oltások mellékhatásaira. Milyen fejleményekről tud nekünk esetleg beszámolni? Most legújabban talán februárban jött ki egy ilyen kutatásnak az eredménye, amely hát világszínvonalú, és hogy nagyon nagy mintavétellel történt, és hát többek között ugye azért a trombózis veszély is ott van, mint egy esetleges mellékhatás, de a kutató gondolom, hogy jobban tudja, hogy mitől kell esetleg tartani hosszú távon, hogy ne kerülgessem a forrókását. Igazából az oltásfejlesztésnél mindig az van, hogy akkor engedélyeznek egy oltást, hogyha bebizonyosodik a megfelelő biztonságossági profilja. Tehát ez azt jelenti, hogy több tízezer embernél a mellékhatások, amik az oltásra járnak, elfogadható szinten vannak. És ez történt az összes COVID oltás esetében, de ez történik minden olyan oltás, oltóanyag esetében, amelyet piacra dobnak, hiszen enélkül nem kapják meg az engedélyt az egészségügyi hatóságoktól. Tehát az, hogy vannak esetleg ritka mellékhatások, gondoljunk bele, hogy például a fekete hívülő elleni oltásnak is volt ritka mellékhatása, ha jól emlékszek, akkor körülbelül 1 millió oltott személyből körülbelül egynél történt olyan súlyos mellékhatás, hogy belehalt. Viszont a fekete himlőt pontosan az oltás segítségével sikerült teljesen eltüntetni az emberek között, tehát felszámolódott egy nagyon komoly betegséget okozó vírus az oltás kampánynak köszönhetően. És az oltás, és miután ugye ez felszámolódott, azután már nem volt értelme egyáltalán megkockáztatni azt is, hogy 1 millió emberül meghaljon az oltás miatt, mert nem volt szükség konkrétan az oltásra. Tehát mindig az van az oltásoknál, hogy addig van piacon egy adott oltás, addig hatékony, amíg a biztonságossági profilja megfelelő, és a rizikója azzal, hogy beoltunk valakit, jóval kisebb, mint azzal, hogy nem oltunk be, és elkapja a betegséget, és például belehalt. Tehát a halálozási arány általában ezeknél a betegségeknél azért jóval nagyobb, nagyságrendekkel nagyobb konkrétan, mint ha mellékhatásokat nézzük. Nagyon szépen köszönöm Fejér Szilárd vegyész kutatónak, hogy segített tisztábban látni a témában. Köszönöm, viszontlátásra! Köszönöm is, viszontlátásra!